Jézus nevével. A kartali mindenki parkját az idei nyári birmálási szentmise keretében szentelte fel Ber Miklós nyugalmazott püspök. Urunk, add megszentelő áldásodat erre a közösségi házra, Atya, Fiú és Szentlélek. A parkot már július elején 120 gyerek fel is avatta a kartali Szent Erzsépet Karitász csoport kéthetes Karitász tábora során. A kartali Szent Anna napi ünnepségen pedig Tamás József atya megtartotta utolsó szentmiséjét. Papi kézfeltételem által legyen megáldva és megszentelve minden személygépkocsi. Az ünnepség keretében a búcsúzó plébános megáldotta a park mellett a hívek autóit és a templom új Szent Alajos szobrát is. A 16. századi szenthez különleges kapcsolat fűzi az atyát. A nagypapám Alajos volt, de nem várt, nem tudott megvárni engem, hogy megszülessek. Másfél évvel előbb meghalt, és a szüleim nekem örökségként akarták adni az Alajos nevet, de volt egy határozott keresztapám, József névre hallgatva, és azt mondta, ő csak akkor vállalja a keresztszülőséget, ha az ő nevét kapom. Így lettem József Alajos. Tehát kezdettől fogva védőszentem Gonzága Szent Alajos. De most, hogy ez a vírusos probléma adódott, többször eszembe jutott, hogy őt is, meg például a Nagy Szent Gergely pápát is többször kellene zaklatni. Szerintem várják, hogy zaklassuk őket, mert Nagy Szent Gergely is pestis járvány idején volt segítségére Róma népének, és Gonzága Szent Alajos ugyancsak betegeket ápolt, aztán ha kellett holtesteket segített tisztességesen eltemetni, és megkapta ő is a járványt, a fertőzést, és 22 éves korában meghalt. Most éppen említettem is, hogy milyen álmai, elképzelései lehettek, hogy pap lesz, és ebben a szolgálatban éli végig az életét, és akkor jön egy ilyen sajnos apropó, és rá kellett, hogy döbbenjen, hogy per pillanat, még a szentmise bemutatásánál, a gyóntatásnál is fontosabb a másik embert szeretni. Megfogni a kezét annak, akinek nincs reménye már arra, hogy meggyógyul, imádkozni érte, stb. Ez a cselekvő szeretet, amiben ő nagymester volt. Ezért örülök annak, hogy egy ilyen védőszentem van, és most itt Kartalon emléket állíthattunk neki.